Hogy vagy? Bomba. Olyan kettő volt ez egy után. Nap, hogy előzetesen eltervezted? Ó, minden. Hát, hogy örültem volna, ha az első lövésem az bemegy. Vagy a Salla berúgja a kis asszisztot. De viccet félretéve hihetetlen érzés, hihetetlen... megint hihetetlen érzelmi löket, amit kaptam, amit a csapat átélt. Ugye 90-ben tudjuk ezt a meccset megnyerni. És nagyon-nagyon köszönöm nekik, örülök, büszke vagyok. Milyen volt a himnus? Himnusz az nagyon-nagyon jó volt, és a végét azt egy picit azért nyeltem, mert vállalom, tehát hogy persze, hát azért egy ilyen szép himnusz, és egy leperegott a kijelzőn az az egyperces videó, amit kaptam meglepetésnek, úgyhogy nyilván egy-egy könycsepet azért elmorzsoltam, de nagyon-nagyon jól bírtam magamhoz képest, és abszolút abban a lelki állapotban voltam, amit egész héten hangoztattam, hogy nagyon-nagyon könnyen érzem magam, teljesen más impulzusok értek, és lehet, hogy ez annak is tudható, hogy nyilván öregszik az ember, és sokkal jobban átértékeltem, és tudtam már az érzéseimet kontrollálni. Annyi a vége volt az, amikor lecseréltek, és akkor tudtam, hogy elengedhetem ezt az egészet, és akkor ott az a besétálás az abszolút ugye a könnyekről szólt, megható volt. Nagyon-nagyon köszönöm a szurkolótábornak, az egész 14-15 évet, nem is tudom hirtelen mit mondjak, a transzparenst, ahogy fogadtak a pálinkát, a hangulatot. Nagyon erős. Szóltam, hogy kértem a segítségüket, hogy fogjanak meg, ha nem akarják, hogy hátraessek, de az így meccs után azért egy picit így sokkaló volt, de finom volt, barack volt, ahogy megbeszéltük. Világ legjobb volt a közösség. Tessék? A közösség, az öltöző. Már meccs előtt megkaptam tőlük ezt teljes meglepetésszerűen. A Szobinak a beszéde az abszolút abból a szempontból volt vállalhatatlan, hogy én a gondolataimat nem tudtam még egyelőre összeszedni, és pont hangoztattam sajtótájékoztatón, hogy mit fogok mondani és hogy fogom elmondani. A kapitány már az telkibe úgy beszélt rólam, hogy mondtam neki, és közbeszóltam a beszédjénél, hogy nem most terveztem a sírást, tehát hogy fejezze be. Hihetetlen volt ez a mai nap, és a srácok is, ahogy amilyen tisztelettel, szeretettel és örömmel fogadtak egész héten, és majdnem, hogy ők voltak azok, akik folyamatosan kérdezték, hogy miért nem edzel, de miért nem itt, tehát hogy ezek nagyon-nagyon jó visszajelzések. Beszéltünk minden számról, minden statisztikáról, de azok a gesztusok, azok, ahogy az emberek szólnak hozzám, ahogy mindenki egy-egy őszinte köszönettel megölelt, és átölelt, és a telkiba a séfektől kezdve mindenki a takarítóig, szóval ez az, amikor azt érzem, hogy valami olyan dolgot tettem, vagy vittem véghez, amit értékelnek az emberek, és őszintén tudnak hozzám odállni egy ölelésre, mert megérdemlem. Ez mit jelent? Hú, hát ezt elmondtam most fent a sajtón is, hogy ezt egyelőre még nem tudom, és vadarság lenne most itt azt mondom, hogy úristen, mekkora érzés, és hú, már mást érzek. Én elmondtam a fiúknak is, de nem állok el nagy titkot, hogyha ki fog jönni, meg ki is jön az, amit mondtam. Szóval én azt mondtam, hogy ez a meccs, ez nem rólam kell, hogy szóljon. Természetesen nagyon örülök, és mártírként se akarom ezt feltüntetni, hogy én itt álszerénykedem, és elterelem a figyelmet magamról, de a válogatottban ezt nem tehetjük meg. A válogatott az arról szól, hogy a magyar válogatott a 91. percben a KZ góljával megnyerte, ezáltal sokkal pozitívabb és sokkal jobb csengése van a Gyulyák Balázs búcsúztatásának, sokkal jobb érzésem van nekem, mint levonuló csékának átadva győztes meccsel a Szobinak, szóval, ahogy, és ezt mondtam el nekik, hogy srácok, soha ne adjátok fel, és mindig nyerni akarjatok, legyen meg az a hit, hogy az emberek azt lássák, hogy ez egy olyan csapat, aki hitet tud adni, aki a végsőkig küzd, mert győzelem győzelmet hoz, győzelem önbizalma, győzelem még nagyobb szeretetet, még több szurkolót, még több média érdeklődést, szóval a győzelmet azt nem kell megmagyarázni, és ma nem kell semmit megmagyarázni, csak azt, hogy ezzel a győzelemmel még édesebbé tették azt, és tényleg feltettük a kis cseresznyét, vagy a medgyet, tök mindegy, a tetejére a karrieremnek. És ez a stadion, ez nagyon-nagyon fog hiányozni. Hogy valaki ezt a rekordot? Én, hát ezt beszéltük, adja Isten. Nyilván nem egy-két évről beszélünk, tehát most ügyeség lenne azt mondom, hogy azt kívánom, hogy jövőre már legyen. Ezt azért nem így adják, és ezért nagyon-nagyon sok meló kell, nagyon-nagyon sok szerencse, hogy senki ne legyen sérült, nagyon-nagyon jó teljesítményt kell nyújtania, hiszen azért látjuk, hogy ebbe a válogatottban nem könnyű bekerülni. Úgyhogy de kívánom, ez azért van minden rekord, hogy ezt megdöntsék, úgyhogy én elmondtam a fiúknak is, hogy azért állok itt kint, és azért ordibálok, és azért beszélek, mert
mert szeretném, hogy engem követnétek. Azért, hogy ez legyen megdöntve, és legyen egy cél nektek, hogy döntsetek meg engem, megdöntöttem a Gabit, megdöntöttem a Gerzsont, a Juhász Olit, Puskástól kezdve olyan neveket tudnék sorolni, hogy hihetetlen, hogy Nyílugosról a Gyugyák Balázs ezt elmondhatja, hogy egyedüliként állok most előttetek és beszélek erről a dologról, amit még egyelőre nem tudok megfogalmazni, de addig a jó, amíg annyi gondolat van a fejemben, hogy ezt nem tudom most elmondani, és nekik van megint egy húzó példa, hogy igenis mi a következő cél, és legyen minél több, és jöjjenek a fiatalok, és jöjjön, mert az egyúttal azt is jelenti, hogy van egy olyan játékosunk, aki húzamosabb ideje sérül, nem sérült, ott van, lehet rá, szóval hogy ez mindig kell, hogy a csapatnak legyen olyan, aki közelít a rekord felé. Király Gabival beszéltetek? Új. Igen, meccselőt üzent a Gabi, ki is rakta, hogy tudom meg, ahogy láttam, szóval nagyon-nagyon jó érzés volt, és tényleg szerintem most a telefonon füstöl. Tehát, hogy döbbenetes érzés, úgyhogy, de nyilván az, amikor a szakmabeliek és csapattársak ismerik el és teszik ki, és emlékeznek meg rólam, és kívánnak sok sikert, vagy gratulálnak, az nyilván az mindig egy másabb fajta történet, úgyhogy hihetetlen büszke vagyok, hogy ilyen játékosokkal játszhattam együtt, és adhatok át egy új generációt nektek, meg a szurkolóknak. Úgyhogy nem izgulok. Csapatkapitányként be tudja majd Domi tölteni azt a szerepet, azt az űrt, amit te is azt valahogy... Most még biztos, hogy szoknia kell neki, és nyilván a közösség előtt való kiállást, a közösség előtt való vállalást, azt, hogy mindig ő lesz, aki ha jó, ha rossz, ő lesz elővéve, és ezt neki, és héten nagyon sokat beszélgettem vele, nagyon-nagyon sokat lépett ebbe előre, és én ezt mondtam is akkor, hogy nagyon-nagyon nagy lépés ez az ő karrierjében, nagyon nagy segítség is szerintem, hogyha jól használja és érti, és megtudja azt, hogy ez milyen felelősséggel, és milyen alázattal, és milyen szerepvállással, akkor ez egy óriásit lendíthet az ő karrierjén, és olyan játékos lehet, ahova őt helyezik, meg ahova várják, vagy ahova jósolják, úgyhogy lőjön többet kapura, úgyhogy csak ennyit tudok neki kívánni, de nem izgulok érte. Elvállaltad volna a végén egyébként? Ő is, hát mind a ketten be akartunk szaladni, szóval hogy ő ki volt a mesterre, hogy lecserélte, én meg azért, mert hogy miért ne szaladnék be, szóval beszaladtak mások is, a kisgyerek, úgyhogy semmi következménye nincs, úgyhogy engem eltiltanak se, érintett volna különösebben, hogyha beverem, de nem, nyilván a viccet félretéve, hát ez ilyen, nekem adódott az egy lövésem, én ezzel beérem, volt egy szögletem, ami megint jó volt. Volt egy baldásom a Salának, szóval én azt mondom, hogy ez az a mérkőzés, amikor pláne úgy, hogy nyertünk kettőre, semmiben nem tudok belekötni, és ez úgy lett, így lett kerek, és ahogy szokták mondani, Isten mindent lát, úgyhogy ez ma így volt, nagy írva, hál' Istennek. Mennyi volt a nektek adott pillanat a mai estén számára? Hát az egész, ahogy felébredtem, az egész az, hogy készülök erre, az, hogy minden rólam szólt, és éreztem azt a sok-sok tiszteletet, szeretetet, amit sokszor pont a Somára nézek, mert ővel szoktam ezeket így mélyebben megbeszélni, hogy mi az, amit úgy néha elvár az ember, vagy én nem is tudom ezt így igazából most így lehet megfogalmazni, hogy érthető is legyen így összeszedve mondatba, de ma mindent visszakaptam, amit egy pici is hiányérzetem volt, azt a szeretetet, amit a szurkolók, ahogy készültek, és belegondolok abba, hogy ők megint órákat, napokat szenvedtek azzal, hogy ezt a transzparenst elkészítsék, döbbenetes, tehát, hogy lehet itt, meg izgulhattunk itt, hogy hogy lesz a fogadtatás, meg mi jár, meg mi nem jár. 108-109 ebén voltam, tehát, hogy ha valamikor, akkor én mindig álltam a sarat, mindig ott voltam elől. Szóval, hogyha nagyon-nagyon belemegyek, akkor választ is adok arra, hogy itt volt ma, vasárnap este kijött 60 ezer ember, és a Gyugyák Balázs nevét skandálta, és megköszönte, és hálás azért, amit láttak tőlem, amit átadtam, amit nyújtottam a pályán, szóval ma mindenre választ kaptunk, hogy igenis nagyon-nagyon tisztelik ezt a karriert, ezeket a pályán töltött perceket és éveket.